Dr. Nagy Katalint azért kell üdvözölni, hogy mert segít rajtunk. Ugye jól mondtuk és jól hallottuk a mesterfodrászunktól, amikor már hajhullástól kérdeztük. Sajnos nem csak férfiakat érint, és foglalkozni kell vele. Igen, foglalkozni kell vele, mert minden, ami látszik, az sokkal nagyobb problémát okoz az embereknek, mint egy, lehet, hogy egy súlyosabb betegség. Ki kell vizsgálni. De az első kérdésem az, amikor mondjuk egy 50-60 éves hölgy jelentkezik, hogy milyen a nagymamája haja. Ugye, mert van egy genetikus hajlam, és vannak betegségek, vagy hiánybetegségek, amik esetleg hajhulláshoz vezetnek. Fiataloknál nagyon gyakran hormonális eltérés, tehát ki kell vizsgálni, meg kell nézni, nincs-e úgynevezett policisztás ovárium szindrómája, meg kell nézni, nagyon gyakori a vashiány, meg kell nézni azt, hogy milyen a pajzsmirigy működése, a túlműködés is, meg az alulműködés is vezethet hajhulláshoz. Nem szülte az utóbbi időbe. Az egy természetes folyamat, hogy terhesség után adott idő múlva, ez különböző lehet, jelentős hajvesztés következik be, ami visszafordul, csak ijesztő tud lenni, hiszen a terhesség alatt a haj fejlődési ciklusa ott egy azonos fázisba kerül, és azok a hajak azonos idő múlva fognak kihullani. Ugye, és pluszba jár egy vashiánnyal, és így tovább. Tehát nagyon alaposan ki kell vizsgálni, és nagy türelemre kell inteni a pácienseket, hiszen vannak hajszeszek, vannak különböző keringést javító szeszek, de ezek nem egyik napról a másikra hatnak. Mindig elmondom, hogy ez olyan, mint a kis babnövényke, mikor elültettük diákkorunkba, akkor az egy darabig ott nyugvó volt, idő kellett, míg előbb bújt a babnövényke, és szépen kifejlődött. Tönkre lehet tenni a hajat a rossz technikai hajfestéssel például, tehát ha valaki volt már ilyen páciensem, aki törülközővel a fején jött, mert valami barátnője szőkítette a haját, és úgy jött le a haja, hogy kopasz lett a végén. Tehát erre nagyon vigyázni kell, ugye a szakemberek ilyet biztos, hogy nem fognak csinálni, tehát fizikai eltérés is lehet a hajtörés, ez tulajdonképpen letörik a haj egy adott magasságban. Okoz művészi pályán kérdőjeleket ez férfiaknál? Van szerepváltás, vagy szerepelvesztés hajhullás által? Hát az igazság az, hogy kerülhetünk olyan helyzetbe, amikor ugye parókát kell hordani. Velem is előfordult. Sőt, a mai nap is van egy-két olyan szerep, amiben hozzányúlnak a fejemhez, és nagyon komoly, erős maszkot kap. Még bukós isakot is, mert kopasznak kell lenni. De ha visszaemlékezem 77-re, 75-re, amikor a Petőfit forgattam, akkor naponta, és ezt a Tamás jobban tudja, naponta kapott habdaert a hajam, és hetente festették. Az amúgy sem erős hajamat, de én valahogy én úgy vagyok ezzel, hogy megbékéltem vele. Egyébként valamikor mi azt tanultuk, hogy egy színésznek ilyen legyen az arca, amilyen, nincs bajus, se szakál, semmi, mert hisz minden szerep más és más, és ilyenkor fölkerülnek olyan segítő paróka, bajus, stb., ami az illúziót még jobban erősíti, és ez nekünk már csak a belső tartalmat kell hozzátennünk. Jó, akkor az intim részt is akkor ezek szerint kipipáltuk, büszkén lehet ezt vállalni, nincs ezzel semmi baj. Igen, különösen én a férfiakat biztatom arra, hogy nem ez a lényeg. Tehát békéljenek meg, hiszen az a tapasztalat, hogy ugye ez a megemelkedett homlok, ez egyre korábbi időre tolódik, igen, nem találtam a szót. Ugye, amikor én fiatal voltam, akkor az 50-60-70 éveseknek volt ez a problémája. Most mit tapasztalunk? Van 18 éves betegem, tehát az egész valamilyen oknál fogva fiatalabb korra húzódott, és nagyon zavarja a fiatalokat, de mindig azt mondom, hogy nem ez a lényeg egy párkapcsolatban, hiszen egy-két év múlva is bekövetkezhet, és akkor nem ugrik tovább, nem cseréli le a partnerét az ember azért, mert mondjuk a haja megritkult. Megelőzés itt létezik? Prevencióról beszélhetünk? Hát próbálkozások vannak. Én mindig azt mondom, hogy ha színészetről beszélünk, ugye mit látunk, hogy mondjuk Jack Nicholson sem lenne kopasz, és azok az emberek, akiknek nagyon-nagyon sok pénzük van, biztos megfizetnék azt a szert,
ha nagyon drága is lenne. Arra kell figyelni, hogy ha valakinek valamilyen bőrbetegsége van, ami a fejre lokalizálódik, pikkely, sömör, szeborea, tehát azt kezelni kell, hiszen az a gyulladás, ami ott masszívan van, az tönkre teszi a hajat, tehát ennek a kezelésével késleltethetjük, vagy esetleg javíthatunk ezen az állapoton. Kérdezhetek valamit? Igen. Ugye itt vannak ezek a kozmetikumok, ami mondjuk nem csak a haj, bőr, ugye mi tudjuk, hogy a bőrünk a legnagyobb szervünk. Na most, ha elkezdünk mi különböző kozmetikai termékeket használni magunkon, ami igencsak már a pakura környéken, vannak olyan készítmények egyébként, valami fajta függőséget is okoz. Ugye kenjük magunkat, fürdés után ne száradjunk ki, eltömődik, már babakorban ugye már krémekkel és kenőcsökkel kenjük a gyereket. Hogy nem szerencsésebb az, mert ugye nem mindenki tudja magának megengedni, hogy drága kozmetikumokat vegyen, vagy természetes, minél természetesebb alapanyagú, és azok a rosszak, amik ott vannak, azok nagyon alul legyenek, és ne ott kezdődjön a sor, hogy milyen természetes, amit a természetben lehet megtalálni, krémek, kenőcsök, erősítők, gondolom belülről is vannak olyanok, amik kifelé hatnak. Ugye igen. Ez az úgynevezett E-vitamin, ami nagyon jót tesz ugye a hajnak, a bőr, vagy a körmöknek, hogy inkább ebben az irányba elmenni, ami mondjuk lehet, hogy ilyen haláshoz vezet a kozmetikai iparban, de lehet, hogy mi meg tovább élünk, és egészségesebben élünk. Igen, értem. Én például szoktam felírni paprika szeszes hajszeszt, ami a keringést javítja. Nálam nagyobb művitamin ellenség nincs, én mindenkinek elmondom, hogyha valaki megengedheti magának, hogy drága multivitaminokat szedjen, az megengedheti azt, hogy zöldségeket tegyen, gyümölcsöket tegyen, tehát én biztatom erre az embereket. Nagyon kevés az igazi hiánybetegség, tehát ha nincs felszívódási zavara valakinek, valamilyen gyomorbélrendszeri panasza, és rendesen táplálkozik, akkor elvileg nincs hiánybetegsége, tehát nem hiányzanak ezek a vitaminok, de természetes anyagokból vegye be a vitamint, és lehet csalánsampont próbálni, lehet ilyen növényi borsmenta hangzott el itt, és különböző szerekkel javítani a keringést, az oxigénellátást, tehát mi ennek nem vagyunk ellenére természetesen, de az okot, azt mindig ki kell deríteni. Imre, ne felejts el a kérdést, ezzel folytatódunk.